Sziasztok! Napsütéses reggelen a behívással fogunk foglalkozni. Van nálam ismét kaja, illetve a szép szó és a simogatás, ami mindig nálam van. Úgyhogy egész egyszerűen ezt fogom alkalmazni csak. Megvárom, míg a kiskutya elmegy kalandozni, és utána behívom. Jó, viszont a szaglászás ugye elég olyan elfoglaltság, amikor alkalmi süketek szoktak lenni, úgyhogy ebből a szaglászásból is el tudom nektek hívni. Legalábbis megpróbálom. Koni! Koni! Gyere hamar! Jaj, te ügyes vagy! Szuper! Jó, a behívás az elején igazából csak annyiról szól, hogy a kutya oda jöjjön hozzánk. Később megformázzuk úgy, hogy kellően pontosan előttünk és párhuzamosan üljön, és tőlünk megfelelő távolságban legyen, ahogy azt a vizsgán elvárják. Na most elment játszani segítőmhöz, úgyhogy ebből ha ki tudom hívni, akkor nagyon-nagyon elégedett leszek vele. De ölbe van és simogatják, úgyhogy ez nem lesz egyszerű. Gyere Koni! Gyere hamar! Jaj, gyere hamar, ügyes vagy! Hú, de ügyes! Nagyon ügyes vagy! Jó, látjátok, hogyha egy nagyobb kihívás elé állítom, és onnan sikerül neki teljesíteni, amit kérek, akkor én egy kicsit nagyobb dicséretet is adok neki ezért. Nagyobb munkáért nagyobb dicséret jár. Jó, van ügyes vagy. Igazából ennyiről szól a behívás első körbe. Sziasztok!